Lassan véget ér az ősz, és beköszönt a tél. Ez az az időszak, amikor a legtöbb horgász már nem sok esélyt lát a puny megfogására. November végét jelez a naptár, amely valóban nem a legideálisabb pontyozó időszak. Én azonban mégis szeretném bebizonyítani, hogy amíg a tavaink be nem fagynak, van remény a pontyfogásra. A kiszemelt helyszín, ahol horgászni fogok, a Paksi Atomerőmű szomszédságában található Kondortó. A Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület gondozásában található négy gyönyörű szép tó közül talán ez a legszebb. A Kondortó egy ősi, valamikori régi Duna mellékág volt, amelyet eredeti természetes szépségében őriztek meg. És nem utolsó sorban, nagyon jó halfogási lehetőséget kínál az ide látogatóknak. A kiválasztott helyszín meghorgászatához egy bolonyai botot választottam. A Triana Super Top Strong 7 méter hosszú bolonyai bot ideálisnak tűnik ehhez a helyhez. Ez a bot egy nagyon erős, kemény gerinces bot, de ugyanakkor mégis rendkívül rugalmas. Sokszor a bot rugalmassága már felőrli a menekülő hal erejét, anélkül, hogy megszólalna a legprecízebben beállított orsófékje is. A bolonyai bot mellett azért döntöttem, mert három olyan fontos szempont van, amelyet mindenképpen figyelembe kellett venni a hely meghorgászatánál. Az első és legfontosabb, hogy nem kell nagy távolságra horgászni. A meder feltérképezése során kiderült, hogy a parttól 12-13 méterre közel 4 méter mély a vízmélysége. Alig néhány centiméterrel sekélyebb, mint a meder közepén. Ráadásul itt a halak zömében a meder törés környékén a meder szélén tartózkodnak. A másik nagyon fontos szempont, amely a bolonyai bot mellett szól, az a megfelelő hossz. Egy ilyen hosszú, 7 méter hosszúságú bolonyai bottal lényegesen könnyebb a halat fárasztani, irányítani, és ráadásul egy olyan helyen, ahol éppen most horgászom, ahol baloldalt egy vízbe tölt fa ágai találhatók, sokkal könnyebb a halat elvezetni a veszélyes helyről, mint egy rövid 390-es vagy 420-as meccsbottal. A harmadik és igen fontos szempont, amely ismét a bolonyai bot mellett szól, az az, hogy a leghidegebb időkben, akkor, amikor már fagypont környékén jár a levegő hőmérséklete, a meccsbot használhatatlanná válik a sokkal apró gyűrű miatt, hiszen nagyon gyorsan befagy. A bolonyai boton lényegesen kevesebb gyűrű van, és a gyűrűk átmérője is nagyobb, így sokkal tovább használható marad. A szerelék lelke egy hagyományos 2 g-os pontyozó úszó finomított változatban. Az úszót egy fix úszórögzítő karabinerrel helyeztem fel a zsinórra. Azért választottam ezt az úszót, nem pedig egy hagyományos bolonyai botos úszót, mert ezzel az úszóval a szerelék zsinórja, a főzsinór besülyezthető a vízfelszín alá. Ezáltal meggátolható az, hogy a szerelék elsodródjon az eredeti helyéről. Így minél tovább ott tartható, remélhetőleg amíg a halak a csalit meg nem találják. Az olmozást kb. 60 cm hosszan osztottam el a zsinóron, a főolmot 4 sörétolommal ütköztettem meg alul, egyel pedig felül. A horogelőke hossza 25 cm, és 3 apró jelzőolommal kombináltam a szereléket, hogy a hal minél kevesebb ellenállást érzékelve emelhesse meg az úszót, vagy húzza azt majd el. A főzsinór vastagsága 14-es, a horogelőke vastagsága 12-es. A horog, amelyet elsőként felkötöttem, az egy 14-es számú Triana takara horog volt. Az eretőanyag, amelyet bekevertem, szinte koromfekete. Ez az eretőanyag egy kifejezetten hidegvízi, téli etetőanyag. A télen, amikor a hal már nem eszik intenzíven, szinte csak csipeget, nagyon fontos az etetőanyag színe. A hideg időben, amikor a víz letisztul, kerülni kell a rikító és a fenéktől elütő színeket. Tehát a fehér, a sárga ilyenkor már közel sem eredményez annyi kapást, közel sem tart meg annyi halat, mint a meder fenék színébe beilleszkedő, homogén, szinte teljesen eltűnő eretőanyag. Ez a szín köszönhető a Mosella Select Allround eretőanyagnak, amely egy alaperetőanyag. Tökéletes adalék, tökéletes kiegészítő, mind a keszeges, mind pedig a pontyos keverékeknél. Ehhez kevertem 1 kg Mosella Karpfenbrasen eretőanyagot. Ez egy tipikus pontyos eretőanyag, elsősorban koratavaszi és a hideg időszakban késő őszi, téli pontyozásoknál igazán fogós. A kettő együttes keveréke alkotja ezt a keveréket, amelyben mindenképpen kell belehelyezni dobozos csemegkukoricát és kevéske csontukacot. A fekete alapon különösen jól mutatnak a sárga rikító szemek, amelyek felkeltik a halak érdeklődését. Az alapozeretés során 5-6
6 ilyen tyúkjás nagyság gombócot kell mindössze bedobni. Szükségtelen nagy mennyiségű eretőanyagot a horgászhelyre már a kezdéskor bejuttatni, mert ha a hal nem eszik, illetve nincs a horgászhely közelében, akkor sajnos a nagy mennyiségű eretőanyag itt éppen ellentétes hatást vált ki. Az a kevéske hal, amely ide téved az eretés közelébe, jól lakik, anélkül, hogy a horgot megtalálta volna. Ha megjelent a horgászhelyen a várva várt hal, és az elsősorban ponty, akkor a későbbiek folyamán, a kapások számától függően egy-egy gombóc eretőanyag bedobása hatékonyá teheti a halfogást. Sőt, igazán fontos, hogy élőanyag kerüljön a horgászhely közelébe, az úszó környékére. Ezt a legegyszerűbb módon csúszival kell belőni. Célszerű az eredet helyen minimum egy 3-4 méterrel túldobni. A bocs picit hasonló, mint a meccsbothoz, lenyomom a víz alá. Gyors határozott tekeréssel a zsinort elsüllyeztem, ezáltal garantáltan meg van akadályozva az, hogy a későbbiek folyamán a felerősödő hullámzás elsodorja az úszót az eretés helyéről. Majd megvárom, hogy a csali lesüllyedjen a fenék közelében. Hogyha 3-4 percig nincsen kapás, akkor egy határozott mozdulattal közelebb tekerem, felengedem az úszót, és ismét várom, hogy jelezzen az úszom. Ha nincs kapás, ismét közelebb húzom. Mindezt addig, amíg túl nem húztam az eretésem, illetve túlságosan közel nem került a parthoz. Ezzel a cincáló mozgó csalival fel lehet kelteni azoknak halaknak az érdeklődését is, amelyek az eretés környékén bóklásznak, de nem mernek az eretésre ráállni, és sokszor az igazán jó halak pont az eretés környékén találhatók. Kemény bot, hogy fölöli a hal elejét. Nem sok esélyük marad. Ez is olyan szép. Hú, ez valami rendes hal lesz. Folyamatosan húzza a féket, alig bírom megállítani. Az eddig megakasztott halak zöme az első kirohanás után, ami alig volt 2-3 méter, azonnal feladta. Ez a többiekhez képest nagyon harcos. Jól, itt van a lábam előtt. De most is a bedőlt fa környékét célozgatná. Nem, mint az előző társai, csak kicsit harcosabb. Hoppá. Megfagy. Kis gőzmozdony. Kis őszi pontyozás eredménye, amíg be nem fagynak a vizek, lát van értelme pontja horgászni.